Fejlesztői mérnökként kezdtem a pályafutásomat, és nagyon rövid időn belül egy üzleti fejlesztési pozícióban találtam magam, ami nagyon érdekes kihívás volt, de tulajdonképpen kevés volt ahhoz, hogy megismerjek egy nagyvállalati működést, és az elkezdett tanulmányaimat be tudjam fejezni MBA-i tanulmányokról lévén szó. Tehát nagyon jól jött az a lehetőség, hogy a HP-nál 2000-ben elkezdhettem dolgozni, mint beszerző, és nagyon-nagyon gyorsan a mély vízbe dobta, és igazából nem szólt másról a dolog, mint hogy nagyon hatékonyan, nagyon rövid időn belül, rengeteg tárgyalással, egyre jobb feltételeket vezessünk be, és érjünk el a tárgyalások során. Fontos volt, hogy nagyon rövid időn belül megoldásokat, folyamatokat alakítsunk ki, hogy a beszerzés ne csak egy ad-hoc jellegű folyamat legyen, hanem valóban egy leírt metodika alapján és hatékonyság alapján lehessen alkalmazni. Hét évig voltam a beszerzési vezetője a HP-nak, és ez alatt a 7 év alatt gyakorlatilag végig követhettem azt a fejlődési ívet, amit a beszerzés leírt a HP-n belül globális szinten, beleírta egy fúziót is a kompakkal, ami azt gondolom, hogy önmagában egy külön esemény volt és lehetőség, hogy hogyan kell két vállalatnak a különböző kultúrájában felnőtt beszerzési folyamatait és szervezetét összeilleszteni lokális szinten. Mm-hmm. 2007-ben, amikor az SAP-hoz csatlakoztam, egy nagyon dinamikusan fejlődő beszerzési szervezet volt. Ez önmagában azt is jelentette, hogy még elég nagy volt a flexibilitás és azok a lehetőségek, amelyekkel egy beszerző lokálisan is élhetett. Tehát ebben a kreativitás azt hiszem, hogy maximális volt. Persze azóta sok minden változott, de hozzá kell tegyem, hogy mindazok a lépcsők, amelyeket megtettünk, azok a hatékonyság irányába mutatnak, és ezt követjük most is. Mint beszerzőnek, csak eszközeim vannak. Függetlenül attól, hogy milyen vállalatnál dolgozom, de az SAP önmagában hordozza azt a lehetőséget, hogy az operatív beszerzéstől egészen a legmodernebb és a legújabb fejlesztésekig le tudjuk fedni a beszerzési eszközöknek a palettáját. Tehát operatív beszerzéstől a stratégiai beszerzési kiválasztási eszközökig mindenünk megvan. Ez egy óriási lehetőség, amit használni kell. De önmagában azt gondolom, hogy hatékony beszerzést nem lehet eszközök nélkül középvállalati szintől felfelé alkalmazni. Az SAP beszerzése minden mozzanatában arra figyel, hogy fenntartható és zöld technológiákat támogató szolgáltatókat válasszon ki. Ez úgy termék palettáján, mint szolgáltatási palettáján egy alapvető kritérium. Óta a beszerzési szakma nagyon sokat változott. Azt gondolom, hogy az olyan kezdeményezések, mint a beszerzés.hu portál egyre jobban értéket hoz a szakmának, és segíti azt, hogy azt a tudást, amit mi felhalmoztunk, azt próbáljuk átadni a következő nemzedékeknek, és lássuk azt, hogy egyre hatékonyabb beszerzési erőforrást tudunk képezni Magyarországon is.